Chronum egy új játék az atléták és sporthajongók új generációjának számára. Gyors és sokoldalú, igazi atletikus kihívás. Egy meccsen két darab 10 fős csapat küzd egymás ellen a 3x20 percnyi játékidőben. Az új Chronum pálya kör alakú, 50 yard, azaz átszámítva 45,5 méter átmérőjű és sokkal dinamikusabb játékot biztosít. Íme a Chronum labda. A méretét és a súlyát is úgy alakították ki, hogy alkalmas legyen egyaránt a kézzel és a lábbal való játékhoz is. A speciálisan kialakított kapu a gólszerzési lehetőségek széles skáláját kínálja, a tetején levő ívet nevezik koronának, rajta az 5 gyűrűvel, a szokványos nagy felületi rész pedig a kamra. Az egész mérkőzés, illetve minden harmad ráfutással kezdődik. A ráfutás a vízilabda meccsekhez hasonlóan izgalmas és dinamikus kezdés, amely során két-két játékos léphet be a második körbe, hogy megküzdjön a labdáért. A labdát megszerző csapat a négy kapu bármelyikét támadhatja, míg az ellenfél védi az összeset. Emiatt az akció akármikor irányt változtathat egy váratlan keresztpasszal. Ha a labda például gól vagy labdavesztés esetén átkerül a másik csapathoz, vissza kell vinni a második körbe. Ez a szabály a kosárlabdából lehet ismerős. Az egyik legnagyobb előnye ennek a sportnak, hogy a labdát vezetheted kézzel, mint a kosárban, vagy a focihoz hasonlóan lábbal. A labdavezetés előtt maximum két lépés megengedett labdával a kézben, viszont itt a kétszerindulás nem számít hibának. A lábbal való játék a pálya egész területén érvényes. A játéktér zónákra van osztva, amelyekhez néhol eltérő labdakezelési szabályok és pontértékek tartoznak. Háromféle pozíciójú játékos van: crosser, ranger és a wedgeback. A kapu előtti félkör alakú terület a goal zone, ahol bármely testrésszel labdába érhetsz. Innen egy pontot ér a kamrába, két pontot pedig a gyűrűn át szerzett gól. A jó rúgó technikájú játékosok gyakran a wedge zone területéről támadnak. Ez az ék alakú rész az egyetlen, ahol a támadó játékos kézzel nem, csak a lábával, a mellkasával vagy a fejével érhet bele a labdába. Kezezésnél az akció megáll, és a másik csapathoz kerül a játék joga. A védekező játékos használhatja a kezét kizárólag blokkolásra és a labda kijebb ütésére, de csak zárt tököllel. Ha ezt megszegi, a támadó csapatnak büntető jár, ami szintén elvégezhető akár kézzel, akár lábbal. A wedge zone-ból két pontot ér a sima gól, és négyet, ha a gyűrűkön keresztül szerzik. A következő zóna a flex zone, ahonnan a legtöbb gól születik általában a meccseken, köszönhetően annak, hogy itt megint csak semmi korlátozás nincs. A leggyakoribb a bevetődéssel dobott találat, de mindegy mivel szerzed, két pontot ér, vagy négyet bármelyik gyűrűn át. A második kör és a pálya másik háromnegyede összefoglaló néven a cross zone, az adott kaputól legmesszebb eső területek. Innen a legnehezebb gólt szerezni, de az erőskezű és jól célzó játékosok sokat segíthetnek csapatuknak egy innen szerzett találattal, hiszen 4 pontot ér. Sőt, a gyűrűn át 8 pontot, ezt a ritka gólt nevezik találóan Chronumnak. Ha unod a hagyományos játékokat és szeretnéd érezni a Chronum nyújtott a szabadságot, akkor változtasd meg a játékot. Csatlakozz, hisz együtt forradalmasíthatjuk a sportot Magyarországon is. Keresd a Chronum Hungary-t és a mozgalom csoportját a Facebookon, illetve látogass el a Chronum weboldalára. Tiéd a pálya!